Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Weekend nézőit, a mai adásban nagyon sok hasznos tanácsot fogunk majd kapni mi is, és reméljük, hogy ezáltal önök is. Többek között a közösségi média használatával kapcsolatban, de megtanulunk jó szelfit készíteni, és önvédelmi alapismereteket is elsajátítunk majd. Azonban még javában tart a tél, hol fagy, hol pedig olvad a hó, és ez számos kihívás elé állítja az autóvezetőket is. Ezért hívtunk egy szakértőt, aki ad nekünk néhány jó tanácsot. Stúdiónk vendége pedig nem más, mint Hagymási Sándor. Üdvözlünk, szia! Szia! Na hát az első kérdésünk azzal kapcsolatos, ugye, hogy tél van, hó esik, és ugye ilyenkor megindul a lavina az autósok körében, hogy 3 mm hó leesett az aszfaltra, és hirtelen mindenki elfelejt vezetni. Vagy megáll az élet. Vagy megáll az élet. Igen. Vagy mind a kettő. Vagy kezdjük ott, hogy nem is tudott vezetni hóban soha. Aha. Hiszen képzeljük el, hogy a képzés keretében igen sokrétű, de a téli vezetés, a hóban vezetés az nem szerepel. Tehát akik abban az időszakban vizsgáznak, ahol nincs hó a közelben sem, bizony ők az első téli vagy a második téli hóval találkozás bizony-bizony meglepi őket. És itt szerintem van benne egy jó adag háttér is, ahol a családból a férj, a barát és sorolhatnánk a jó akarókat. Kellően megijeszték őket, hogy hóha, most vigyázz, és ne menj többet, mint 30, meg ne menj többet, mint 40, és ugye ebből jönnek utána a félreértések és a gondok. Igen, ugye fejlettebb országokban ugye tudjuk azt, hogy erre speciális pályák vannak, ahol ugye vízzel szimulálják a csúszós részeket, és tulajdonképpen az oktatás részévé teszik azt is, hogy csúszós pályán megtanuljanak vezetni azok, akik éppen a B-kategóriás jogosítványt próbálják megcsinálni. Erre egyelőre hazánkban nincsen lehetőség az oktatás keretein belül, csak akkor, hogyha külön ilyen órákra fizetünk be. De te például, mint oktató, mit javasolsz, hogyha valaki szeretné megtapasztalni azt, hogy csúszós körülmények között hogyan viselkedik alatta az autó, akkor ezt hogy és hol lehet megtenni? Mindenképpen a gyökerekhez ragaszkodva, kiindulva, mi is ugye hol kezdtük. Kerestünk egy olyan nagyobb, vízszintes, lehetőleg nem olyan parkoló kialakításút, ahol patkakő van, egy olyan terepet, legyen egy nagyobb parkoló, és itt elkezdtük szépen egy picit gyorsabban kanyarvételt, kormánymozdulatot, féket használni, vártuk, hogy reagál. Ennek megfelelően jó, ha egy olyan szakember ül mellettem, vagy mellettük, akik ugye tudja szakmai tanácsot adni, hogy most miért viselkedett így az autó, mit kellene tennie. Tehát valamilyen pici kis gyakorlatot családi berkekből, mert azért ezt megfizetni, hogy elmenjünk egy ilyen tréningre, egy pályára, ahol a csúszás különböző rejtelmeibe megtanítanak, belevisznek, sajnos nem mindenki engedheti meg. Igen, és ráadásul ugye Nyíregyházán nincs is rá lehetőségünk, azt hiszem, hogy Budapesten van legközelebb ilyen pálya. Igen, Dunántúlon, Budapesten van több ilyen pálya az országban, van rá lehetőség, elég borsos az ára. Uh-huh. És hogyha valaki esetleg nem tudja megfizetni ezt a pályát és ezt a tanulást, és nincs is a családban olyan, aki nagyon rutinos lenne az ilyen típusú vezetésben, akkor azért merjen autóba ülni az illető, és hogyha hó van, igenis menjen, mert közlekedni kell, vagy inkább ne is üljön autóba. Én úgy gondolom, hogy a hírközlő eszközökben kellően talál információt, instrukciót, hogy csak azok üljenek autóba, azok vezessenek, akiknek van rutinja, van tapasztalata, és egy nagyon fontos dolog, amit nem lenne szabad elfelejteni, és gondolom, hogy ti is találkoztatok már sajnos szomorú tényként eseményekben, hogy nyári gumi van. Nincs az autó fölkészítve. Ugye jön a tél, annyi-annyi helyről lehet hallani, hogy mit és hogyan kell az autón téli üzemben átállítani, mit nézzünk meg, mit szereljünk át, és nem csak az autónak, hanem át kell állni a gépjármű vezetőjének is a téli időszakra. Teljesen másképp viselkedik az autó, teljesen másképp az addig megszokott útviszonyokhoz képest csúszik, nem abban az ívben megy, nem ott áll meg, ahol kellene, és bizony ezt nem mindenki veszi figyelembe. Emeljünk már ki néhány dolgot, amit mindenképpen módosítani kell az autón. Ugye itt alapvető a téli gumi, hogy azt le kell cserélni. Milyen beállításokra kellene még odafigyelni a tél előtt? Én mindenképpen arra gondolok, hogy a téli gumi, így ahogy mondta, tehát annak nincs, tehát nincs pardon, meg kell lennie, de cseréljük ki mindenképpen. Aztán reggeli vezetésnél, előtte este, tessék tájékozódni az időjárásról, mit jeleznek, mennyire lesz hideg, várható egy csapadék, csapadéklecsapódás, lesz ebből fagy, az úttesten lesz-e hómennyiség, milyen hómennyiség lesz, hamarabb kellene elkészíteni a gyereket, hamarabb kellene elindítani a családot, és sorolhatnám ezeket a plusz olyan dolgokat, amelyek
végén ugye oda vezetnek, hogy reggel kapkodunk, sietünk, idegesek vagyunk, és ebből ugye megvan a következmény is. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy néhány felszerelésnek ott kell, hogy legyen az autóba, gondolok itt mondjuk egy lapátra. Igen, hát azért úgy kellően föl vagyunk arra most már úgy idézőjelben készülve, hogy az illetékes hatóságok, illetékes szervek az utat gyakorlatilag sóval, aszfalt tisztára, ha nem takarították le, akkor itt a világ vége. Ugye nem kell mondani a különböző médiacsatornákon, hol lehet hallani arról, hogy annó, annak idején mi is, szüleink is, milyen útviszonyok között is bizony nyári gumival közlekedtünk és tudtunk közlekedni. Diagonálgumikon. Ráadásul nem is a radiálokon, hanem a diagonálokon, ami még száraz úton is képes volt megcsúszni, nemhogy a hóban. Igen, tehát olyan kemény volt, mintha fából lett volna, úgy kikeményedett a hidegben, és ugye sajnos elfelejtettük, most már annyira elkényelmesedtünk, és bizony itt a baj, ez visszaüt. Nem időben indulunk el, és ennek megvan megint a következménye. Egy picit csúszson meg az autó, visszavesz a sebességéből felére, és mi történik? A sor elején fog cammogni, a sor elején fog majd olyan tempó diktálni, amiből bizony úgy szokták, hogy Biska nyitogató, hogy nem halad és elő, hogy miért van az ilyen emberke, ilyen autóvezető az úton. És ugye ez a megcsúszás, ez szokott vezetni az úgynevezett kilincsel előre effektushoz, ez Ditkének a kedvence, ez nagyon. Igen, gondolom többen láttunk a városban, vannak igen ügyesek, nagyon-nagyon jó autóval felszerelt kilincsel előre autózók. Én tisztelem, szeretem, tehát ügyesek, jól csinálják, csak nem mindig ott, ahol kellene. Én úgy érzem, hogy bemutatónak jó. Láttunk ugye ennek a másik oldalát, és mikor a patka állította meg az illetőt, ott már a család nem biztos, hogy örült annak, hogy a családi autót rendbe rakta. De hát ugye ez mindig változik, ugye kinek, mikor mi éri meg. Még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit talán az autósok nagy többsége nem tud, magyarázzák kérlek a nézőknek, hogy mi a motorfék fogalma és hogyan használjuk, mert ez télen kulcsfontosságú. Én tudom, de örülnék, hogyha mindenki hallaná egy szakértő szájából. Igen. És még engedd meg, hogy annyiban egész, hogy fékkészen légy. Tehát ez is mindig tudott kérdőjel, hogy mit is. No, tehát a motorfék. Beáll a téli időszak, beáll az őszi csúszós téli időszak. Motorfékes fékezés, mint fékezési mechanizmus minden autóban van. Régebben volt a Warburgot, volt a szabadon futó, ott nem volt ilyen a negyedik fokozatban. A motorfék arról szól, kérem szépen, hogy a gázpedált elengedjük, nem nyomjuk, nem tapossuk, és az autó üzemanyag ellátó rendszere úgymond nem kap üzemanyagot, a motor ennek ellenére dolgozik a dugattyú, de nem gyorsít, hanem fékez. Vagyis röviden, érthetően, egyszerűen elengedjük a gázpedált, és motorfékkel lassítássá kezdem az autót az adott pontra lassítani. És abban a pillanatban, amikor a váltó és az a úgymond a picit szaggat vagy rángatni próbál a motor, akkor nyomjuk be a kuplungot. Hadd említsem meg, hogy a mostani vizsgafeltétel, vizsgaszabályzatban kiemelt szerepet szántak, és ezt be is tartják a vizsgán, hogy a megfelelő pedál sorrendben lassít-e a vizsgázó. Ez nagyon hasznos. És bukási ok. És most meglepő lesz, amit mondok. Ugye képzek olyan vizsgázót is, olyan tanuló is van nálam, akinek már van jogosítványa, tehát úgymond kategória bővítést végez. És mikor oda kerülünk, hogy kanyar, padlókuplung és kuplunggal kanyarodik. Tehát ezt hozta magával az életből, mert így egyszerűbb neki. Nincs ilyen. De nem ám. Nincs igen, ilyen. Mert a legnagyobb megcsúszási eshetőség havon, hogyha a benyomott kuplunggal kanyarodunk, igen, azonnal kisodródik az autó. Gyakorlatilag egy tömeg, ami a kanyarban önállósítja magát és kiegyenesíti. Így van. És egy pillanatig akkor a fékkészenlét, tessenek kedves a fékkészenlétet használni olyan helyzetben, ami nem belátható, olyan gyalogátkelőhely megközelítésénél, ahol pirossal festették föl már a burkolatjelet, sárga háttérrel emelték a gyalogátkelő helyet, ezek mind olyan helyek, ahol már valamilyen formában nagyobb baleset volt. Fékkészenléttel közelítsük meg, lábunk legyen a fékpedál fölött. Ez a fékkészenléti állapot, sokkal hamarabb, sokkal biztonságosabban tudunk fékezni, megállni, mint ha a lábunk valahol ott a jobb oldalon vagy a gázon van. Vagy éppen a ritmus doboljuk a rádióban szóló ütemre, igaz? Igen. És még nem beszéltünk a hóvakságról sem, ami ugye azt akarja, hogy
az út felületén, a latyakon, havon, az a kevés napfény sokkal-sokkal többnek tűnik, és gyakorlatilag semmit nem látunk az útból. Egy napszemüveg ez ellen védhet? Igen. Képzés keretében többször találkoztam azzal a kérdéssel a tanulótól, hogy nagyon vakítja a nap, akár nyáron, és lehet télen is most ugye, hogy volt a nagyobb hóesés, és nem lát, hogy mit csináljon. Ugye első, ami rögtön kézzel fogható, hogy ott van a fejünk fölött a napellenző. Tessék lehajtani. Egy mozdulat, ennyi. Így van. Ne különböző tárgyak, eszközök tárolására, hadd ne sorolja, milyen lemeztárolók tárolására szolgál. Tessék ezt használni. Kettő. Napszemüveg. Ugyanezt tudom javasolni, mint a tanulóknak. Nyugodtan, bátran tessék napszemüvegben már gyakorolni vezetés közben, tanuló időszakban is. Miért ne? Hiszen ez a napszemüveg véd attól, hogy esetleg egy vakság érjen föl, és ne lássam az adott szakaszon, tehát egy vakvezetés jöjjön létre. Hát azt hiszem, erről még nagyon sok helyig tudnánk beszélgetni az egyéb trükkökről, de sajnos az időnk az elfogyott. Hát Sanyi, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél, nagyon és szívesen. Ezt a sok tippet megosztottad velünk. Reméljük, meg is fogadják a nézők. Reméljük. Köszönöm szépen. Meghatározhatatlan műfajú darabot láthatnak hamarosan a színház szerelmesei a Móricz Zsigmond Színházban. Szikszai Rémusz rendezésében, ugyanis a Kalucsni című darabban elevenítik fel a teátrum művészei a 80-as évekbeli Romániát. De beszéljen a darabról inkább a rendező. Az első számú idézet az úgy hangzik, hogy mi édes örömmel hallom tőle ezt a hírt, leányod így hát él az istenek között. A Kalucsni címet viseli a legújabb darab, amit itt a Móricz Zsigmond Színházban rendezel. Miről szól maga a történet? Ez egy 80-as években játszódó, 80-as évek második felében játszódik Romániában, a Ceausescu korszakban. Anakinek ez még mond valamit. Egy éppen kitelepülés előtt álló magyar családban, vagy Vásárhelyen, vagy Kolozsváron, tehát nincs meghatározva a hely. És ez gyakorlatilag egy család története, az ő küzdelmük egymással, ezzel a levegőtlen diktatúrával, a szabadság lehetőségeivel. A maga módján egy ideig nagyon vicces. Ugye Dragomán György, ő Marosvásárhelyen született, és aki ismeri, az onnan ismereti, hogy a Fehér Király című regénye az egyik leghíresebb magyar regény a 21. század elejéről, hogyha fogalmazhatok így. Nem is tudom, hány nyelvre fordították le. És ez pedig van több drámája is, de ez az egyik legjobb. Eddig nem mutatták be Magyarországon, csak a főiskolán, valamint Kolozsváron volt az ős bemutatója. És nagyon érdekes ez, hogy egyrészt szól a kommunizmusról, erről a füllet vagy folytott világról, ami egy diktatúra világa, amiből menekülne az ember. Meg hát egy, mondom, ennek a családnak a sztoria, szerető van benne, minden van benne, tehát hogy kitör a botrány, és pillanatokon belül kiderül, hogy nincs meg a nagymama temetési pénze, mert kellett valami másra, tehát nem szeretnék spoilerezni, de hogy egy ideig nagyon nagyokat lehet rajta röhögni szerintem. Én olvasva nagyon nagyokat röhögtem rajta, és remélem, hogy majd az előadásban is, de egyszer csak úgy ránk fagy a mosoly majd, mert ez végül is egy Ifigénia átirat a maga módján, tehát a Euripidész Ifigénia Aulisban című drámájának az átirata, ahol áldozatot kell hozni azért, hogy a görögök elindulhassanak Trója felé. Itt is áldozatot kell hozni azért, hogy elindulhassanak a nagy világba új életet kezdeni. Ezt nem akarom elárulni, hogy mi az áldozat, de hogy nem kicsi, az biztos, és hát elég szomorú sztori végül is. Ugye mondtad, hogy egy darabig nevetni lehet rajta, aztán szomorú lesz, mégis hiteles, mert a valóságot mutatja be valamilyen szinten. Átfogóan milyen műfajt lehetne ennek mondani? Nem tudom, hát nagyon nehéz. Én nagyon szeretem azokat a színdarabokat, vagy színműveket, amik nem egyértelműen valamik. Tehát ahogy az élet is tragikomikus. Tehát ha elmondom azt, hogy ma reggel én hogy indultam el, akkor annak van egy vicces változat. Tehát ugyanaz a sztori, ugyanazt látod, csak más szöveget mondok alá, és az egyik oldalról sírni fogsz a röhögéstől, a másik oldalt meg azt fogod mondani, hogy Jézuskám, csórikám, szegénykém. Tehát, hogy az élet tele van olyan tragikomikus vetülettel, ami, tehát hogy nem egyértelmű az életünk, és én szeretem ezeket a kétfenekű vagy duplafenekű helyzeteket. Ugye az a felállás van, hogy Gyuri valószínűleg szerkesztő vagy főszerkesztő egy irodalmi lapnál.
vagy egy olyan lapnál, tehát mit tudom én, most mondok egy ilyet, hogy az egyik legismertebb jelen pillanatban erdélyi irodalmi lap, ami olyan volt, mint a Holmi, vagy olyan, mint a Holmi, az a Látó, ahol a Kovács András Ferenc a főszerkesztő, de van a versnek külön szerkesztője, vagy főszerkesztője a prózának egy másik, tehát akik, hogy mondjam, tehát mind Magyarországon is ismert, elismert irodalmárok, akik ezzel foglalkoznak amúgy, tehát hogy, és nyilván írnak is mellesleg, miközben csinálják a lapot. Szerinted mennyire fogékony a közönség az ilyen típusú darabokra? Hát figyelj, én a nyíregyházi közönséget elsősorban a Vidor Fesztiválról ismerem, ahol nem kizárólag és nem csak nagyon-nagyon-nagyon vicces darabokkal voltunk jelen, és azt tudom mondani, hogy az egyik legfogékonyabb közönség az országban. Tehát olyan finomságokon és olyan tehát olyasmiket érzékelnek, amit nem akarok, hogy mondjam, tehát hogy az ember nem akar se fellengzős lenni, se nagyképű, de nagyon sokszor értük meg azt, hogy mondjuk egy Budapesten játszott előadásban, amit Budapesten nagyon sokat rögnek, vidéken itt-ott nem nagyon, vagy kevésbé. Ez Nyíregyházára nem igaz. Tehát, hogy Nyíregy iszonyú jó közönség van. Anélkül, hogy meg szeretnék bármelyik más vidéki várost sérteni, de akkor is kiemelkedő. És ez nyilván azért is van tehát, hogy van ennek a színháznak múltja, van egy hagyománya, és van egy rendszeresen színházba járó közönsége, amely közönség nyilván legalább annyira szeret szórakozni, mint amennyire elgondolkodni dolgokon, de mondom, kivételes közönség, az biztos. Egy darab sikerét mindig nagyban meghatározza a szereposztás. Erről mit lehet tudni? Hát a szereposztás szerintem a lehető legoptimálisabb. Tehát van köztük olyan kolléga, akivel már nagyon régen, de dolgoztam, tehát voltunk ugyanannak a színháznak a tagjai, mint a Szabó Márti, sőt, álltunk egy színpadon, voltunk partnerek is, tehát nagyon várom vele a találkozást. Amúgy meg, akiket nem ismerek, azokat meg nagyon kíváncsian. Tehát nagyon kíváncsi vagyok rájuk, és hát alig várom. De most már pillanatokon belül kezdünk, remegő orcimpákkal várom az olvasót. Az előző percekben, amíg önök Szikszai Rémuszt hallották és látták, addig mi bemelegítettünk, hogy amikor majd Rozsnyai Róbert egy pár önvédelmi alapot megmutat nekünk, akkor le ne sérüljünk. Hát Robi, önvédelem az egy nagyon fontos dolog, és szükséges is, viszont semmit nem tudunk róla szinte. Te alapvetően Krav magával foglalkozok, jó? Tehát ezt szögezzük le. Elején, igen. Szakszó, tehát ezt mindenkinek tudni kell, Krav maga. Gyakorlatilag a Krav maga annyit jelent, hogy közelharc, ennek a civil verzióját nyilván elsősorban önvédelmi szempontból közelítjük meg, és ezt oktatjuk itt a civileknek. A Krav maga nagyon sok mindennel foglalkozik, egészen az egyszerű probléma megoldásoktól és kommunikációs, úgymond probléma megoldásoktól a túszhelyzetig, vagy háborús szituációkig, ilyen krízis helyzetekig, de amivel most úgy gondoltam, hogy érdemes itt veletek foglalkozni, az ami egyszerű, esetleg lányokkal is előfordulható dolog. Beszéltünk itt két dologról, egy ilyen társkarablás kísérletről, amire úgy mondtuk, hogy nem lesz most idő, illetve a másik, ez az ölelés hátulról című fejezet, aminek fogjuk venni egy ilyen keményebb megoldását, ami, hogyha veszélyes a szituáció, emberrablás, stb. Vagy olyan utcai szituáció, illetve egy másik verzióját, ami egy ilyen soft verzió, ami nem veszélyes szituációra, inkább kellemetlen szituációra való. Jó, az első volt ugyebár, hogy hátulról, tehát prezentáljuk ezt a támadást? Igen, én leszek a szenvedő alany, igen, és Enikő fog megtámadni. Vidke a szép lány, akit el kell rabolni, és én leszek a gonosz, aki majd megtámadja őt. Jó, tehát alapjában véve maga a támadás az ugyebár az, hogy a kar alatt megöröled a... Mondjuk teszem, azt nézegetem a telefonomat, igen. Ugye valahol. Erről majd beszélünk később, jó? Egy picit, mert ez így nem lesz jó. Jó. Oké, tehát nézegeted a telefonodat, és én pedig jövök, és így el akarom rabolni. Igen, tehát ez lesz az alapszituáció, jó? Ennek fogjuk venni a megoldását. Ugyebár mi a legnagyobb veszély, kiemelnek, vagy bármi, tehát korlátoznak a mozgásodban, beraknak a kocsiba, bármi történik. Az első és legfontosabb, hogy megakadályozzuk azt, hogy kiemeljenek. Mi erre a legegyszerűbb módszerünk? Az, hogy előre dőlsz csípőből. Úgy van, és innentől
könnyökütést prezentálsz hátra. Kérlek, ne ölj meg. Egyik oldalra, másik oldalra, és a harmadik ütéssel együtt ki is fordulsz ebből a mozdulatból. Tehát tudod, úgy van, és már fordulsz is ki. Gyakorlatilag ennyi lesz, jó? Tehát még egyszer, ugyebár amit csinálunk, csináljuk együtt, jó? Oké. Téged is támadjalak meg? Megmutatom akkor, hogy hogy néz ez ki, hogy egy ilyen fél gázon. Jó? Szakember, hagyj mutass. Ezt nem gondoltam át, úgy érzem. Az orromra még szükségem van, jó? Mindenféleképpen óvatosban adjuk elő. Jó, tehát innen, ahogy előre dőlök, megy a könyök, és a harmadik fordulásra felé fordulsz, innen esetleg folytatod a támadásokat, eltávolodsz tőle, hogy ne legyen további támadás lehetőség. Ez ugyebár a támadás utáni magatartás fontos része, és nyilván ugyebár itt kell kitérnünk a telefonnyomkodásra, hogy a támadás előtti magatartás fontos része, a megelőzés, és hogy tudjuk, hogy mi van körülöttünk a világban. Tehát az, hogy telefonnal mész az úton, nem biztos, hogy elrabolni, lehet, hogy elgázolni fognak. Ez is az önvédelem egy szerves része. Elég valószínű ez a verzió is, igen. Tehát ez is egy fontos része, ahol kevésbé működik a könyökütések sorozata, mondjuk egy autó ellen. Igen. Jó, úgyhogy erre oda kell figyelni. Tehát még egyszer próbáljuk meg ezt a mozdulatot. Dike. Jó? Oké, okay, és akkor megölöd, telefonozol, én támadok. Így. Előre dőlsz, könyök, egyik, másik, és kifordulsz. És így már tudom úgy van, bántani is. Akár. De nem fogom. Gyakorlatilag ez már megoldást jelenthet erre a problémára. Nyilván ugyebár a mozgásnak akkora dinamika, amit most nem tudunk produkálni, mert mind az öltözet, nem bántjuk egymást. Nem bántjuk egymást, nem vagyunk felkészülve, nincs védőfelszerelés. De nyilván ennek akkora intenzitással kéne történni, hogy maga zilálja az egész fogást, illetve az egyensúlyában megpróbáljuk kibillenteni a támadót, hogy arra kelljen az idegi kapacitásokat fordítani, hogy ne essen el, nem pedig arra, hogy minket fogjon. Vegyük egy másik verzióját ennek a sztorinak, ugyanerről az ölelés, akkor megmutatnám ezt is, jó? Tehát ugyanerről az öleléses dologról beszéltünk. Ölellek megint. Jó? Igen, tehát erről ugyanígy volt szó. Jó? Tehát valahogy átölelnek, jó? Okay. Ugyebár nem veszélyes, tehát nem azzal fog kezdeni, mint az előbb, hogy lefejelem, meg megkönyökölöm, stb. Jó, rárakom a két kezemet az ő karjára, csúsztatom le, jó, és az egyik az be fog ide jönni szépen, két ujj az ideális, jó, a másikat pedig a csuklán rögzítem, és tudom törni vissza. Jó, tudom visszatörni, ezzel bontottam a fogást, és távolodok el tőle. Jó? Tehát ez egy elég jó egyszerű és kézenfekvő gyere megoldás. Gyere csak támadj meg, hogy próbáljam ezt ki, most na az nézz, előbb orrba vágtál, akkor most meg, eltöröm jó? Az ujját. Vigyázz a kezemre, jó? Légy szíves. Várjál, telefonnyomkodok én is. Nyomkodj telefont. És akkor hogy csinálom? Oké, okay. Ráfogsz a két karjára. Ráfog két karjára. Csúsztatod le. Gyakorlatilag azért fontos, hogy meglegyen ez a kontroll, mert ugyebár sötétben is működne, stb. És ugyebár a felső keze felül az marad a csuklónál, igen, a másik oldalon pedig aláfűzöd a két ujjadat, és az ideális, hogy két újra fogsz rá. És akkor ezt így alácsúsztattam, kifordítom a kezem, megfogom. Igen, és ezt töröd vissza a saját csuklójára. De és el fogom engedni. Közben a csuklóját én tartom. Igen, tartod azért, hogy a feszítés meglegyen. Jó, és okay, eközben, ugyebár, hogy oldottad a fogást, most tudsz kilépni ebből a szituációból. Engem meg lehet fordulni. Jó? És jól csináltam, hogy így kifordítottam? Maximálisan. Aha. Jó. Nyilván ennek lehetne ilyen mindenféle ilyen szadizós verziója, de ez nem önvédelem, tehát annak már nincs különösebben jelentősége, hogy ott neki fáj vagy nem fáj. Uh-huh. Neked az a lényeg, hogy nem. Kiszabadulj. Ne, hogy kiszabadulj. Jó, tehát az elsődleges mindig ez, tehát nem erre a megtorló jellegre kell gondolni, az ilyen, amikor fájdalmat okozó, ugyebár ennek a feszítésnél, hanem az, hogy te teret nyerjél. Uh-huh. Nézzük meg ezt még egyszer, mire emlékszünk, jó? Hadd lássuk. Tehát akkor vizsgázunk, Ditke nyomkodja a telefonját. Erre egyébként egy jó gyakorlat lehet az, mondjuk erre a soft meg a kemény megoldásra, ugyebár az, hogy erősen fogod meg, vagy csak lazán, és hogy a megfelelő reakció jöjjön ki. Mert ugyebár ott nagyon... Tehát ez az egyik legnagyobb probléma az önvédelemmel, a felismerés, a támadás felismerése, hogyha mindenki agyon kéne verni az utcát, az viszonylag egyszerű lenne, csak szerintem elég hamar valami zárt osztályon végezni. Igen, az ember. Most mi ugye lassítva és finom mozdulatokkal csináljuk ezt, amit te tanítottál nekünk, viszont hogyha valós támadási helyzetbe kerülök, és engem például így megfognak, akkor nyilván nem fognak ilyen finoman fogni, hanem kőkeményen fognak megszorítani, és olyankor az ember agyának kapcsolnia kell, hogy túlélésre játszunk, tehát nyilván nem
nem a vállát fogom könyökölni, hanem megpróbálom majd nyilván a fejét. Nagyon fontos, közben. Hogy tehát az edzéseink is nagyon fontos, ez a mentális, ez a kapcsolás, tehát ez a nulláról beugrani abba a mentális állapotba, hogy harcolj akár az életedért, ez egy nagyon fontos rész, ezt gyakorolni kell, tehát ez az, ami általában nem szokott menni. Tehát ez a óriás probléma sok helyen, amikor önvédelemmel foglalkoznak, és azzal kezdődik a sztori, hogy jön egy ütés, nem itt kezdődik az önvédelem. Az önvédelem ott kezdődik, hogy valaki jön mögöttem az utcán. Már ezt észre kell tudni venni. Vagy akármi, vagy egyáltalán nem megyek olyan területre, nem megyek egyedül haza, stb. Ez már mind maga az önvédelem szerves része, tehát maga a valós támadásnak az elhárítása az csak egy részlet gyakorlatilag. Na nézzük meg ezt a... Na. Hogy már elfelejtettem, annyira ittam a szavaidat, hogy már elfelejtettem. Buta vagyok, és a telefonomat nyomkodom az utcán, és nem veszem észre, hogy engem éppen hátulról megtámadnak. Megtámadtalak. Villámgyors, előjött, könyök, és már ki is fordulsz, és eltávolsz. Nem ütöttelek meg nagyon, most lendületben voltam. Az, hogy megfogod, vagy nem fogod, nincs jelentősége. Nyilván ugyebár itt van egy menete, tehát ez a védekezés, a támadás szerves része a támadásunknak, tehát nincs semmiféle ilyen filozófia mögötte, hogy nem támadjuk meg, természetesen, hogyha megtámadok, akkor a jogi keretek között fennáll a lehetőséged, és nyilván ahhoz, hogy hatékonyan tudjál védekezni, ahhoz fontos is, hogy támadd meg. Tehát ez egy szlogenünk, az a támadó megtámadása. Jó? És a másik, hogy eltávolodni. Ezek futni, nagyon... hogyha már kiszabadultunk. És nyilván segítséget kérni, hívni a rendőrséget, stb., akiknek ugyebár dolguk az, hogy megvédjenek. Ennél a mozgásnál, vagy mozdulatnál, amit most Ditka prezentált, ugye itt az a lényeg, hogy a lendület az, ami ki fog minket szabadítani tulajdonképpen? Alapjában véve a támadásoknak, tehát nem véletlenül van 3 támadás, tehát nem 2, nem 4, 3. Tehát nem véletlenül vannak ezek, pontosan azért, mert így akár, tehát az emberi magatartásra alapozunk. Feltehetőleg ugyebár most kértem, hogy a támadásnál előre legyen a fejetek, pontosan azért, hogy ne legyetek megütve, de hogyha valaki így átöl, akkor, hogyha szorosan van, akkor valamelyre lesz a feje. Így, hogyha lereagálja és elfordítja a fejét, akkor is valamelyik oldaluk kap legalább egy támadást. Tehát amíg nem történik meg a támadás, és nem történik valamilyen behatás a támadóra, addig nem próbálunk meg kiszabadulni, tehát ez szerves része. Pontosan azért, mert feltételezzük, hogy valaki olyan támad meg, aki erősebb nálad, nem veled egy súlycsoportban van, stb. Jó, tehát ez fontos. Na nézzük meg akkor még egyszer a másikat is, amikor másikat. Én vagyok buta és én nyomkodom a telefonomat. Igen. Ráfogok itt, szépen csúsztatom, bemegy az ujjal, 3-at is foghatok? Akár. Hogyha annyi sikerül. Igen. És kilépsz közben. Körülbelül ez. Hogyha mélyebben tartod, akkor tovább fent tudod tartani a feszülést, de ezek már részletek gyakorlatilag. Most ennyi időben így nem tudjuk ennyire kirészletezni ezt a dolgot, de körülbelül így működik, igen. Rendben. Hát Robi, nagyon szépen köszönjük. Szerintem mi még gyakorlunk itt egy kicsit, aztán pedig jövünk vissza a weekend második részével, ott is csupa izgalmas dolgokat fogunk csinálni, például szelfizni. Tartsanak velünk!